Túlzás lenne azt állítani, hogy a Spari-Tisza-Kécske mérkőzések az NB2-ben nagy múltra tekintenek vissza. A 90-es évek elején viszont 8-szor találkozott a két gárda, majd az elmúlt 20 évben egyszer sem. A 8 korábbi meccs során a kécskeiek sokszor borsot törtek a nyíregyházi csapat orra alá, 4-szer nyertek, 1-szer lett döntetlen és 3-szor győzött a Nyíregyháza, utoljára 1996-ban 3-0-ra. A hétvégi meccsen a Spari kapuját ismét Faggyas Tamás védheti. A hálóőr a Békés Csaba elleni mérkőzésen lépett pályára először a Spartakuszban. Nagyon boldog voltam, hogy pályán lehettem, nagyon vártam ezt a pillanatot, hogy bemutatkozzak. Szerencsére jól is sikerült az első két meccs, amit itthon játszottunk. Ugye két győzelem volt, utána jött egy hosszabb szünet, ugye a válogatott szünet miatt. Most a Kaposvár meccs az nem úgy sikerült, ahogy vártuk, de folytatjuk tovább, és a következő meccsre koncentrálunk a Tiszakécskére, hogy ezt is behúzzuk itthon. A Duna Aszfalt TVS-e nincs rossz formában, a legutóbbi fordulóban hátrányból fordítva 2-1-re verték a Békés Csabát, és már 6 találkozó óta veretlenek, utoljára a Zalaegerszeg tudta legyőzni őket. Egy kellemetlen stílus képviselnek, nagyon sok párharcot keresnek, erőszakosak, masszívan védekeznek, fizikálisan egy nagyon erős csapat, de hát látjuk az eredményeiket, hogy most már azt hiszem, hogy 6 mérkőzés óta nem találtak legyőzőre, de nekünk hazai pályán nem lehet más célunk, mint a 3 pont begyűjtése. Azt gondolom, hogy jó állapotban vagyunk ahhoz képest is, hogy hétvégén elveszítettük a mérkőzést. Sajnos a sérültjeink vannak, és én nem is úgy látom, hogy visszatérnének. Egyedül, aki visszatér és sérült volt, ez a Horonyák Marci. A fejsérülése úgy néz ki, hogy teljesen rendben van, és hétvégén már számíthatok a játékára. Egy éve a Magyar Kupában találkozott a két együttes, akkor 3-2-re a Spari nyert és jutott tovább. A TVS-e aztán feljutott az NB3-ból, és jelenleg a 12. helyen állnak a tabellán 16 ponttal, 3 győzelem, 3 vereség és 7 döntetlen a mérlegük. A vasárnapi Nyíregyháza Spartakusz Duna Aszfalt TVS-e meccs 13 óra 30-kor kezdődik. A Nyíregyházi TV aznap este 18 órától felvételről közvetíti a találkozót.